Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható október hónapban az ikrek jegyében születetteknél? Ezt megnézzük ennél a jóslásnál. Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kért tőlem ezt a havi jóslást. A díjam 4000 forint. Felhívnám arra is a figyelmeteteket, hogy minden hónapban, úgy hónap végén megjelenik az ingyenes hírlapom, ami e-mailen keresztül megrendelhető. Minden hónapban van egy havi téma, egy asztrológiai előrejelzés, egy havi angyal, és minden hónapban van egy akciós jóslás indiai asztrológiával együtt, 10.000 forint helyett 6.000 forintért. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák október hónapra. Első hét itt látható. Ez a hegy jelenti az akadályokat. De október elején már megjelennek itt az egerek. És ott, ahol az egerek vannak, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják a problémákat, az akadályokat, a nehézségeket. Itt várható egy hír, vagy egy szerződés. Az lehet, hogy a munkával áll ez kapcsolatban, hiszen a horgony jelenti a munkahelyi témákat, és itt ez a park, az elismerést, a nyilvánosságot, mások észrevesznek téged. A kígyó utal a gyógyító erőre, a megújulásokra, de itt még vannak fájdalmak, vagy fogva érzed magadat. Az is lehet, hogy valaki beteg a környezetedben, vagy kórházban van, de akkor javul a helyzet, mert itt a közelben van a gyermek, az új életerő és a szerencse, vagy egy stabil helyzet. A kígyó jelentheti a megújulásokat is, hogy lezársz bizonyos dolgokat, ami fogva tartott téged, ami fájdalmas volt számodra. És itt megjelennek a halak, utalnak az anyagiakra, vagy az értékekre is. Ez a kígyó lehet egy nő is, aki figyeli a te anyagi helyzetedet, vagy lehet egy hivatalos dolog, ahol anyagiakról van szó. Második hét, október hónapban itt látható. Tekints be a mélybe. Vizsgáld át az anyagi helyzetet, és láss át bizonyos dolgokon. Különösen, ami ezt a hölgyet illeti, vagy a hivatalos dolgokat. Keresed a helyedet az életben, ahol le tudsz gyökerezni. Itt szerencse lesz egy új kezdet. Ez lehet egy munkahelyi téma, vagy családi témák, esetleg egy költözködés, vagy változások a párkapcsolatot illetően. Lesznek fontos beszélgetések. A fa, ugyanúgy, mint a kígyó, utalhat egészségügyi témákra is. Itt látod majd ennek az okát, és szerencse lesznek változások. Egy új kezdet a párkapcsolatot illetően, vagy egy szívélyes kapcsolat a gyermekekkel, a családdal. A változás lehet egy költözködés is, sőt, itt lesz egy utazás, külföldi kapcsolatok, és a hold jelenti az anyukádat, vagy az anyai témákat. Ez lehet egy kisbabának a születése is, a gyermek, a gólyák és a hold együtt egy vonalban, de
A hold jelentheti az álmaidat, a vágyaidat, és itt van hozzá a remény, hogy ezt meg tudod valósítani. Harmadik hét, október hónapban itt látható. A koporsó lehet egy örökösödési ügy, itt anyagiakról, beszélgetésekről van szó. De a koporsó jelentheti azt is, hogy te lezársz valamit, bizonyos kapcsolatokat, vagy témánkat. Itt kitisztul valami, és előtted a csillagok szerencsét hoznak. Sőt, ez a férfi gondol rád. Melletted a kulcs jelenti a magabiztonságot, vagy hogy ezzel a kulccsal le tudsz zárni valamit, és egy időben kinyílik egy új ajtó. Ezek lehetőségek, sőt, mivel itt van a ház, ez lehet egy lakás is, hogy esetleg elgondolkodsz azon, hogy legyen változás, esetleg költözködés, de itt van mellette még a felhő, hogy valami még átláthatatlan. A könyv jelentheti a tudás, vagy azt, hogy valaki eltitkol előled valamit a családban, vagy a környezetedben, ezek lehetnek a szomszédok is. A kereszt jelenti a te hitedet, meg a döntéseket is, hogy elérkezel az élet utadon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkodsz azon, hogyan tovább, milyen irányba. Jelenti a sors utakat is, amikor a sors utak kereszteződnek, tehát fontos találkozások. Utolsó hét, október hónapban itt látható, megvan az életerő. Ez lehet a belső erő is, a hit, hogy hiszel ebben a párkapcsolatban. Ez a férfi gondol rád, hűséges hozzád. A virágcsokor útban van hozzád, ez lehet egy meghívás, egy meglepetés, vagy egy ajándék. Bizonyos dolgok kiderülnek, a nap megvilágítja az élet utadat, kiderül az igazság. Itt a gyűrű jelenti a kapcsolatokat, esetleg szerződéseket, mindez útban van hozzád. Ez a kártya jelenthet mindent, ami mozog. Sport, autó, változások, kirándulás, és itt az utak jelentik a döntéseket. A kasza elvágja a könyvet, az árkózottságot, meg a titkokat. A kasza jelentheti azt is, hogy lesz egy meglepetés, amire nem számítottál eddig, ez is útban van hozzád. És ez volt a havi jóslás, kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!